A Budapesten élő Berg Judit az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyar-angol szakos tanári diplomát és drámatanári végzettséget. Egyetemi évei alatt az egykori általános iskolája színház szakkörének írt darabokat, részt vett a rendezésben, vándortáborba kísérte a gyerekeket, angolt tanított. Amikor megszületett első lánya, karácsonyi ajándékként mesét írt neki. A felolvasásnál jött rá, hogy ezekből könyv is születhetik. Így keltette életre a ma már nagy sikernek örvendő Rumini sorozatának hőseit. Később még három gyereke született, így egyre nagyobb ihlettel írta és jelentette meg a 20-nál is több gyerekkönyvét. Berg Judit folyamatosan író-olvasó találkozókon vesz részt, fontosnak tartja a gyerekekkel való találkozást. Bukarestbe is eljött, hisz nagyon várták az Ady Endre Liceum diákjai, akik, mint kiderült, jól ismerik Berg Judit írásait, hőseit, itt sok mindenre voltak kíváncsiak. Például arra, hogy hogyan kezdett írni, honnan meríti témáit, hány éves, és ő hogyan kezelte a hisztis gyerekeit. De azt is megkérdezték, hogy milyen történetek foglalkoztatják az írót. Én nagyon-nagyon szeretek történeteket kitalálni, mesélni, és szeretek olyan dolgokról mesélni, amiről azt sejtem, hogy érdekli a gyerekeket. Úgyhogy azt szeretném, hogy olyan könyveket kapjatok a kezetekbe, amit nincs kedvetek letenni. És ezért aztán csinálok egy csomó, hát ilyen gonoszságot. De nem úgy, hogy én gonoszkodom, hanem hogy azt gondolom, hogy na most akkor ezt a szereplőt jó nagy bajba fogom sodorni, mert sokkal izgalmasabb lesz olvasni, hogyha ennek a szereplőnek valami baja van, ha valaki bántani akarja, ha valaki el akar venni tőle valamit, ami neki fontos, ha valaki akadályozza a céljai elérésében. Kitalálok valami nagy csapdát, valami nagy veszedelmet, mert utána sokkal szuperebb lesz olvasni a könyvet. Azt látom minden egyes találkozónál, hogy a gyerekek iszonyatosan boldogok attól, hogy a általuk kedvelt könyvek szerzőivel megismerkedhetnek. Nagyon jókat kérdeznek, tehát foglalkoztatja őket. Foglalkoztatják őket a művek is, de izgatja őket a művek születése. Kíváncsiak arra, hogy működik az irodalom, hogy lesz egy ötletből könyv. Mert hiszen ez is egy izgalmas kérdés. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezzel kedvet csinálok a gyerekeknek a további olvasáshoz. Kap valami jelentőséget az, hogy ők olvasnak. Tehát, hogy egyfelől ez egy azt gondolom, hogy egy ajándék, egy gesztus, egy jelenlét részemről. Másfelől viszont önző módon én is ebből rengeteget nyerek. Tehát, hogy hihetetlen élmény az, amikor csillogó szemek figyelnek, és tudom, hogy olvasták a könyvemet, és izgulnak, örülnek, rajzokat, kis ékszereket kapok, mindenféle csodás kis szívből jövő dologgal szoktak meglepni, tehát igazából nekem ez egy nagyon komoly töltekezés is. Nekem az a kérdésem, hogy hány része van a Rumininek? Na van egy közben, önök tudja, hogy hány része van a Rumini sorozatnak. Te tudod? 8 része van. Mert ti nem tudjátok még, hogy én közben megírtam egy 9. részt, aminek az lesz a címe, hogy Rumini tükörszigeten. Rumini szokott olyan szépen érni. Hogy hogyan szoktam olyan szépen? Hát ez egy nagyon kedves kérdés. Tudod, sok-sok ötletem van, és mindig elképzelem, hogy hogyan lenne ez a legszebb a gyerekeknek. Hogy kellene szólni a mesének ahhoz, hogy jó legyen nektek hallgatni, és megpróbálom olyannak írni. Mi fogott meg a rossz csont kisegér történeteiben? Hát nagyon tetszett az, hogy írta a Berg Judit ezeket a könyveket, mert nagyon kalandosak voltak, és úgy volt, mintha nem tudtam a kezemből kivenni azt a könyvet, vagyis annyit olvastam,
még naponta vagy 100 oldalt is elolvastam, és mikor az anyukám hívott, hogy menjek enni, vagy ilyesmik, akkor nem akartam, mert azt a könyvet nagyon szerettem, és nagyon akartam olvasni. 2019-ben melyek egy minőségi gyerekkönyv ismérvei? Azt hiszem, hogy a világon mindig azok egy jó gyerekkönyv ismérvei, hogy egy jó gyerekkönyv megszólítja az olvasóit. Részben azért, mert hogy az ő nyelvükön szól. Ez rejt is magában némi veszélyt, hiszen vannak olyan könyvek, amik a mai napig tartalmukat illetően nagyon aktuálisak, de egyszerűen olyan nyelven vannak megírva, olyan szókincset tartalmaznak, amivel mondjuk a mai gyerekek már nem tudnak mit kezdeni. Tehát ez egy nagyon nagy válság egyébként Magyarországon a kötelező irodalmak tekintetében, hogy lehet-e egy mai tizenéves gyereknek a 70 éve bevált kötelező olvasmányokat feladni, hiszen egyszerűen elolvassák, és minden oldalon előbukkanak olyan szavak, aminek nem ismerik a jelentését. Tehát egyfelől nem árt, hogyha az a szöveg megszólítja az olvasókat. Biztos, hogy muszáj valamiféle érzelmi azonosulást találni valamelyik szereplővel. Olyan problémákról kell, hogy szóljon, mert óhatatlanul, meg a legvidámabb történetben is felmerülnek problémák, konfliktusok, nincsen történet konfliktus nélkül, amik jelentenek valamit a mai gyerekeknek. Tehát, hogy nem szívesen olvasunk olyan dolgokról, amihez semmilyen módon nem tudunk kötődni. És az a zseniális a klasszikusokban, hogy akár több száz évvel hamarabb megírt művek is képesek válaszolni mai kérdésekre és mai problémákra. És ez nagyon igaz a gyerekirodalomra is. És mellette meg azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy vicces legyen, hogy a gyerekek számára kedves és érthető módon legyen humoros, akár nyelvezetét tekintve, akár a jelenetek kapcsán. Tehát, hogy rengeteg helyzet és jellem komikum adódhat a nyelvi humoron túl, ezeket is mind fel kell használni. És nagyon fontos még az, és ez viszont tényleg 2019, tehát hogy ez viszont korspecifikus, hogy annyi információ áramlik a gyerekekre, és annyira megszokták azt, hogy egyszerre csomó mindenre figyelnek. Internet, tévé, beszélgetés, csetelnek, telefon, tehát hogy másképp kezelik az információkat, mint akár a mi generációnk. Sokkal több dolog befogadására képesek rövid ideig. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nem működnek azok az elmélyülős, hosszasabb leírásokat, hosszasabb eszmefuttatásokat tartalmazó részek, amik az én generációmnál még simán élvezetes olvasmánynak voltak nevezhetők. Úgyhogy én igyekszem ütősen, frappánsan, de röviden adagolni mondjuk egy szereplőnek a külsejét, vagy jellemzőit, vagy akár egy helyszínnek a leírását. És talán, hogyha megnézzük egy mai szöveg és egy 50 évvel ezelőtti szöveg közti különbséget, biztos, hogy benne, hogy a mai szövegben több az ige. Tehát több a cselekmény, fordulatosabb, jobban zakatolnak az események, miközben egy korábbi szerző kellemesebben, lassabban, békésebben adagolta ugyanazt az emberi történetet. Hát nekem a Cipelő cicák volt a kedvencem, de abból már kinőttem, és akkor lett a kedvencem a Rumini 1. De most már, hát igen, abból is egy kicsit kinőttem, és megvettem a Holló gyűrűjét, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mi lesz belőle, mert ami ott volt az legeslegelén az a kép, az nagyon így meginspirált, hogy vajon mi lehet benne, és már alig várom, hogy kiolvassam. És nem véletlenül kíváncsi Jászmin is Berg Judit legújabb megjelent könyvének, a Holló gyűrűjének történetére, hisz a meseregény szereplői a budapesti Mátyás templomot díszítő alakok, amelyek a mesében éjszakánként életre kelnek, és kalandok sora várja őket. Berg Judit Bukarestben nem csak az Adis diákokkal való találkozásra érkezett. Akárcsak az eddig megjelent köteteinek nagy részét, a Holló gyűrűjét is igyekszik minél több nyelvre lefordítatni, hogy minél több gyerek olvashassa az izgalmas történetet. A Balassi Intézet az elmúlt években egy műfordítói projekt keretében több magyar irodalmi mű román nyelvű megjelenését is támogatta. Az idei programban kiemelt figyelmet kaptak a gyermekirodalmi szerzők. Így Berg Judit Holló gyűrűje Barahajnal fordításában, az Aramis kiadó gondozásában jelent meg román nyelven.
Sokan azt gondolják, hogy hát gyermekirodalmat fordítani könnyed, vagy könnyebb, mert a nyelvezet egyszerűbb talán, de azért nem egyszerű, mert folyamatosan figyelni kell arra, hogy a gyerekek értsék is meg azt, amit az ember oda leír. Ebben a könyvben egyik kihívás volt például a nevek román változatának a kitalálása. És nem is gondoltam volna, hogy mennyi gondot, vagy mennyit fogok dokumentálódni azért, hogy eldöntsem, hogy fogják hívni a kutyát, aki magyarul bodza. Románul szok lett, tehát pontosan a megfelelője. Azért is, mert fiúkutya, tehát a román kutya nevek között kellett találni egy elfogadható fiúkutya nevet, amely valamilyen gyümölcsöt nevez meg, vagy ebben az esetben a növényt, mert van egy szójáték, egy vicces fordulat a könyvben, ahol a könyv főszereplője eldönti, hogy bodzának nevezi a kedvenc kutyáját, mert ő nagyon szereti a bodza szörpöt, és majd élvezni fogja, hogy az édesanyjával bodzavirágért mennek, és ő kiáltani fogja a kutyáját, hogy bodza, bodza, az édesanyja pedig visszaválaszol, hogy persze, bodzavirágért megyünk. De egy másik kérdés az is volt, hogy az olvasó meglátja, hogy a könyv végén van egy szójegyzék magyar nyelven, ami azt jelenti, hogy a könyvben vannak olyan kifejezések, amelyeket a magyarországi és a magyar anyanyelvű gyerekeknek is meg kell magyarázni. És itt volt például a mise, amit ha a magyarországi gyerekeknek, ahol eléggé ismert a kifejezés, hiszen Zömében élnek katolikusok, a román nyelvben, bár létezik a misza szó, nem lehetett ezt a kifejezést használni, annyira távol áll a román kultúra a katolikus kultúrától, hogy ezt nem lehetett használni, és akkor a román megfelelőjét használtuk, abszolút a gyakorlatban levőt. Mit gondolsz, hogy működhet ez a történet a román gyerekek körében? Milyen fogadtatásra számítasz? Hogy működhet egyáltalán ebben a kultúrkörben ez a mese? Én abban bízom, hogy fog működni. Egyfelől Barahajna nagyon szuper fordítást készített, tehát biztos vagy benne, hogy a könyv nyelvezete könnyen utat fog találni a román nyelven olvasó közönséghez. Másfelől ugyan egy magyarországi templom a főhelyszín, és a magyar kulturális élet tehát hogy a magyar kulturális életnek van jelentősége ebben a történetben, de hogy a szereplők egymás közti viszonya, az, ahogy ők a világra reagálnak, a számukra fontos dolgok, az érzelmek, azok abszolút egyetemesek, tehát hogy az nem Budapest specifikus, mert nem Mátyás templom specifikus, hanem azt gondolom, hogy ugyanúgy izgalmas és adott esetben akár szívbe markoló lehet egy román nyelven olvasó gyerek számára is. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy fogják szeretni a román gyerekek is ezt a könyvet. Természetesen a Hulló gyűrűjét az Adis gyerekek is kézbe kaphatták, sőt, a találkozóra magukkal vitt Berg Judit könyveket is dedikáltathatták.